Szóval hosszú, álmatlan éjszakák alatt írtam egy verset nektek. Kicsit hosszú lesz, tehát ki elalszik, az horkoljon halkan. De ilyen kezdtem úgy megélni, hogy mindenki magára ismerje valahol. Nos. Teleke Tibor Ákos, csak egy átlagos nap. Reggel van, mindenki álmos, másnapos minden, topsok napszámos. Az úga headset és az ügyfél csak jajgat, anyukámat szidja, azután elhallgat. Mint valami vihar, a kagylók úgy dörögnek, és a nagymenő kollégák mind rajtunk röhögnek. Nekik persze régen bejött ez az élet, adjál 2 milkáért, te is majd átéled. Adnék én kis pofám, ha felvennék végre, és egyből okom lenne a beképzeltségre. Az összes vonal néha, néma, dühöng csak mindenki, a lelkes újoncokkal, ne hászóba senki. Fel a fejjel, srácok, nem kell itt parházni, nem a supervisor kell itt anyázni, munkakev kell ide, és még némi feedback. Vicces csávó vagyok, éppen ezért figyeltek. Kati persze egyből a helyemre tessék el, István meetinget tart a kisportoló testével. És most hatalmas bombaként robban a hír, elfogyott srácok, a mangalica zsír. Van ki zokogni kezd, és van ki imád mormol, vagy az ujját szopja, vagy édesen horkol. Én ezt átéltem már tényleg jó néhányszor, pedig máig sem vagyok sajnos supervisor. Petra, ha ezt hallod, nem utalásnak szántam, és bocsi, hogy az éjjel az ablakon bemásztam. És tudom, hogy Biziának a mellemben a szőrök, de pedig István mondta, hogy Petra itt a főnök. De hirtelen egyszer csak mozdul a táj, mint alkoholistában nagyra nőtt máj. Éledezni kezd ez a haldokló banda, komolyan én sem ismerek magamra. A jó pasik nálunk is melegek vagy nősök. Persze vannak kivételek, mint a kertetősök, hiszen ők még semmik, de akármik lehetnek, mivel mindenkitől félnek, így mindenkit szeretnek. Kérdezem én azonban, ha ennyi sok a csibe, őket vajon milyen kotlós tojta ide? És már persze most is csak kacsingat is nevet, de kotlós csúnak ember, ilyen buci szemet? Nagyon lassan telik ez a mai nap sajnos, a headset mikrofonja ementális sajtós. Ki tudja, hogy ki ült a helyemen előttem, de ezt a rózsaszín bilincset kicsit meglepődtem. Mellettem ücsörög a kisportolt Dani, akkora fa melle, a sok eladásból lesz majd jó sok Della, és elnökheti Dani, lesz vagy Daniella. Lazíthatnál öreg? Pihenj kicsit, egyél! Nem kocsma ez, hogy mindig itt legyél. Nem hozzám vagyok haver, bizniszben nincs mese. Láttam, milyen naciban jött be a mese? Láttam, jó, hogy láttam, hát néztem a szememmel. Csak felfogni nem tudom tényleg az eszemmel. Ezt a csajt most tuti az Isten küldte hozzánk, egy tréningre jött vele, simán vállalkoznánk. Így megy ez itt nálunk, dobsok fészek mélyén, ezt az élményt másosan nem cserélném. Repkednek a szavak, hogy feedback, meg ATT, de a gólóra mit azonban nem csak a HVD. Az operátor, ha operátor vagy, mindennapod érdekes, Ákos lélekdoktor, Renáta énekes, a pénzforgalmi értéket konvergál a nullához, sorsod, mint a folyó, mely olvadáskor hullát hoz. A headsettel lassan a füled is egyben ő, és hiába megy el napi 15 serpenyő, ha nem vigyázol a saját sikered, lekésed, itt számokban mérik a lelkesedésed. De én mondom neked, ez a nap más, mint a többi. A keltetős boxodat majd valami csaj megörökli, téged pedig egyszer majd sztárrá avatnak, súlya lesz majd akkor mindegyik szabadnak. Addig viszont tényleg ne add fel a harcot, mert mindenki él át néhány kisebb kudarcot. Ne keseregj, soha, csak ne bámulj bután, én is felmondani akartam az első nullásnak után. De aztán hiányzott volna ez az őrült bagázs, meg az ügyfeleknek tényleg az a napi 6 órányi nyalás. És ahogy Misi megmondta, az élet néha megtérdeltet, de az enyémnek már csak a Volkmaxer értelmet. Hát ne legyen tisztis, és ne légy szemrehányó, jutalmad lesz ezért 3 delimánó, és ha klubtagságot fizetsz, ingyen viszik házhoz. Ja, hogy nincs is házad?
Hát akkor anyádhoz. Lassan elfáradni látszik ez a verselő szónok. Néhány gondolatot viszont most a zsűrihez szólok. Ugye nem kérdéses már, hogy ki a legjobb csapat, mely az év mindegyik napján milliókat elad. Kiknek a módszerük nem csupán gyakorlati, kiket mesterlövésznek képzett ki a Kati. István fejét nézem, és ahogy mosolyra fakaszt, majd a távcső alatt lassan meghúzom a ravaszt. Kobakja meg koccan, és egy hideg falszlókban csak profiknak van hely itt a topsokban. Köszönöm.